Hello, hello, csá mindenkinek, szevasztok! Csörgünk újra, egy újabb nap, egy újabb küldi. Csá! Elmondom, hogy mi a frankó, trinyóba váljuk az igazságot, gyerekek, zsebbe. Az van, hogy lesz egy kamionfesztivál, illetve egy kamion bajnokság és fesztivál, ennek keretein belül pedig erre felhívván a figyelmet, a mai napon találkozni fogunk egy profi versenyzővel, nem is akár milyen versenyzővel, ugyanis egy hölggyel. Reméljük, hogy nem kenj el a szánkat nagyon, Keszthelyi Vivel fogunk csörögni, versenyzünk egymással, egy szimulátoron, úgyhogy tartsatok velünk, amit a rendezvényről tudni kell, az gyorsan elpörgetem itt nagyba. 2018. június 16-án, 17-én lesz a Hungaroringen, és elvileg lent a leírásban lesz egy promókód, amivel 10% kedvezményt tudtok kiharcolni magatoknak izomból a jegyvásárlás online történésekor. Na de induljunk azt meg! Na srácok, megindulunk és összeszedjük büdös fejű Antal barátomat, és csapódunk is oda, ahova köll. Oké, kérten álltok? De rendi, ez a csávú, ez olyan rendi, hallod? Olyan nagy lehet, hogy ilyen rendes vagy. Srácok, mindjárt ott vagyunk a Hyperes kollégáknak a szimulátoros helyén, amit ti is látni fogtok. Ugye ott fogunk találkozni Vivi kisasszonnyal, akivel összecsapunk, mint a vadállat, és talán kifaggatjuk, hogy jött neki a versenyzés, illetve miként, várja, neki mész az oszlopnak, állj meg, kifaggatjuk a versenyzéssel kapcsolatos dolgokról, hogy jött neki, stb. Illetve össze is csapunk, ha minden igaz, úgyhogy csavard neki. Mi hogy jött neked a versenyzés, hogy hogyan kapcsolódtál hozzá? Én 2013-ban kilátogattam Ausztriában a Red Bulling, de édesapámmal, és akkor azt vett észre, hogy eltűntem pár óra hosszára, és észrevette, hogy pont versenyeket néztem. És hát elég sok idő kellett ahhoz, hogy én eljussak az, hogy beüljek egy autóban. Hát olyan 4 hónap kellett igazából, és 2013 évvégén sikerült is először egy Suzuki kupás autóban beülni, megtanulni vezetni. De nyilván ez a szülőm le akartak róla vezetni. Mit fizessék neked, hogy ne verj meg nagyon? Mert ez nagyon kellemetlen lenne. Hagynod kell magad. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz a szimulátorozás. És te pontosan mivel versenyzel? Most R8-assal. És mi volt a legjobb eredményed? Harmadik hely az első versenyemen, igen. Király. És édesapád család gondolom támogat, büszke? Persze, egyértelműen büszkék, hogy így nyitottam a szezont, annak ellenére, hogy a tavalyi év egy kicsit bal szerencsésen alakult, azért elég jó, hogy visszajövetel volt az autó. Most kérdezhetnénk olyat, hogy mi a cél nyilván az első hely is? Mindig, persze. Ez jóval összetettebb, hogy azt mondom, hogy persze első leszek, mert soha nem lehet tudni, hogy milyen a beállítás, milyen a guminyomás, hogy fog működni, úgyhogy meg elég kevés időnk is van egy versenyét, igen, ezt kell tesztelni. De többet vagyok kint Magyarországon, sajnos. Ahol sajnos én nem sajnos, a szüleimet alig láttam. De az elég, és akkor természetesen ugye edzésekre kell járni, akkor kell menni nagyon sok helyen, amikor itthon vagyok, interjú, vagy megjelenés, szponzorokkal együtt, de elég sokat áll be. És mulatnod kéne szeletelni valamelyik kocsmába, vagy valami? Vágod? Kemény. Hát meglátjuk, hogy hogyan alakul a verseny. Sok sikert neked, de ne menj már meg itt. Jó? Na. És akkor én jövök ide, ugye főnök? Próbáld meg, várj! Előre van. Jó. Hát a nulláson is így szoktam menni, hogy sárga zászló, mit csinál? Nagyon könnyű dolgod lesz, Vivi. Nem volt.
Nagyon dirty taktik lesz, Lilith, hogy figyeljük. Ez mi volt ez? Mit csinálsz, hallod? Itt a Tesco parkolóban, na mi van? Első vagyok, na mi van? Na jó, hát ez... Ez mi ez? Ki ez a főszemély? Állj meg! Na várjunk! Hogy élvezi, látod? Hol van itt a sportszerűség? Mondja, az aki átudott. Jó, én félig vak vagyok, meg közel vagyok, már nyugdíjhoz, nekem lehet. Gidi, várjál már, meghalod! Hát, va? Verseny közben is így szokták kacagni, Vivi? Persze. Ez ilyen hókusz-pókos vágod, ilyen gonosz. Jó, hát most hagyom magam, tudod, te tudod a legjobb. Amúgy azok a másik, hogy ugye 90 kiló vagyok, amúgy 100, de... Azt hiszem 100, mit tudom én? Tényleg Vivi nálatok van ilyen? Micsoda? Hogy figyelni kell a súlyra, meg ilyen? Minden versenyen nézünk. Verseny előtt akkor nem ehetsz pacalt. Milyen érzés, Vivi? Hogy nyertem? Jó. Sajtalapján. Jaj, hogy nyert. Persze. Akarsz még egyszer kikapni, vagy mi legyen? Mondjad, most mondjad, milyen érzés, hogy hagytalak nyerni? Na, a gyerekek, csákány, mindenkinek az van, hogy versenyeztünk, ugye elpicsázott minket, de hát most mit akartok? Hát versenyző a csajszi, vágod? Úgyhogy hatalmas arc volt, és innen is tényleg nagyon sok sikert kívánunk neki. Úgyhogy köszönjük a lehetőséget, és hogy hagytam magam. Csákány!